Harkány, villány és siklós is bemutatkozik a 44. utazáskiállításon Budapesten március 3-a és 6-a között. Siklós polgármestere azt mondta, hogy a dél-baranyai régiót csak így együtt lehet bemutatni. Riglő Gábor kiemelte, 45 évvel ezelőtt kapott városi rangot Siklós. Az ünnep alkalmából nagyszabású programsorozattal készül a város önkormányzata március 31-e és április 2-a között. A városnapok hagyományának megteremtése a cél. A helyi szereplőink, a helyi kulturális egyesületeink, civil szervezeteink is felületet kapnak, is részt tudnak venni, tehát aktív részesei lesznek ennek a programsorozatnak. Természetesen az esti programok azok a sztár fellépőkről fognak szólni, és hála a jó Istennek sikerült egy olyan fellépő csomagot, egy olyan fellépési sort, olyan sztár vendégeket összegyűjteni, ami az elsődleges visszajelzések alapján nagyobb tömegeket fog megmozdítani, és bízunk benne, hogy nem csak Baranyából fognak hozzánk érkezni. Ezt a fesztivált is népszerűsítik az utazás kiállításon, de bemutatják a környék turisztikai attrakcióit, gasztronómiai értékeit. Siklósról pedig Harkányba vezethet a turisták útja, ahol több mindennel várják őket, mondja a település polgármestere. A fürdőben fürdési lehetőséget, gyógykezelési lehetőséget, wellness, tehát minden, ami a mai világban egy nyaraláshoz vagy egy téli hosszú hétvégéhez hozzátartozik. A másik oldalról ugye nem csak a fürdésről szól az élet, tehát valamit mellé kell tenni, ez általában kulturális program, kikapcsolódás, szórakoztatás tekintetében, és ennek a program sorozatnak az utolsó eleme volt, amit megvalósítottunk a tavalyi évben, ez a Harka legenda bemutatása. A Mecsek-hegységtől délre, Villány mellett, a Nagyharsányi hegy tövében élt valamikor réges-régen egy boszorkány. Ez az a zenés darab, amiben feldolgozták az Ördög szántotta hegy legendáját. Neves énekesekkel egész emberes jelmezben vitték színpadra a művet. Először tavaly nyáron a szabadtéri színpadon. Villány pedig a boraival, a szőlőtermesztéshez kapcsolódó termékeivel jelentkezett a kiállításon. A vár, a bor, a víz. Így foglalták röviden össze a turisztikai szakemberek, mit kínál a három település és környékük a látogatóknak.